Nem mondom, hogy rossz volt a nyaralás eddigi része, tehát elmentünk, hát három család köztük Józsiék Sátoraljóhelyre, és hát azért volt egy kis sörfogyasztás, de figyelj, megjövünk, megjövök Sátoraljóhelyről, és akkor hozza a futár a Lidl új kisüzemi sörakcióját, és csak az arcomat kaparom, hogy miért nem volt ez egy héttel korábban. Akkor szerintem megoldottuk volna, főleg, hogyha férfiak is beszállnak, mert Sátoraljóhelyen van Lidl, de hát a csajok jártak inkább oda, de akkor szerintem mi is bevállaltuk volna, mert ezekből azért szerintem el tudtunk volna pusztítani többet is. A Békés Szent Andrási Szent András sörfőzde Almás Rétes nevű söre küldött belőle a Szent András, tehát meghozta a futár, elnézést kérek, valahogy meghívódott. Igazából fölösleges is lenne megbontanom, hiszen tudom, hogy milyen. 15 fél ballingról, 4-2 azért nem is kevés. Szóval ez egy pastry sour, talán tehát egy süteményt megjelenítő, savanyú, felsőeresztésű sör. Rengeteg almával. És azt tudni kell a Szent András sörfőzdéről. Eléggé a bajor tisztasági törvény szellemében dolgoznak, tehát a klasszikus stílusokat szeretik, és nem állítják le az erjedést kálium szorbáttal, hanem inkább pasztőröznek, mert ugye az összes gyümölcsös sörnél az a lényeg, hogyha leerjed a gyümölcs a sörben, a sörrel együtt leerjeszti a gyümölcs cukrot az élesztő, és alkohol csinál belőle, tehát ugyanúgy, mint ahogy a bornak is kevésbé van szőlőíz, és az almaborban is, ha nagyon akarod, felfedezed az alma ízét, de hát azért, na, nagyon nem ugyanaz. És ők pasztőrözéssel állítják le az erjedést úgy, hogy ugye ez a mutatvány, hogy legyen a sörnek sör jellege, hát abszolút pipa, sör színe, és almás rétes, tehát azt hiszem, hogy 50% almát tartam, vagy almalevet, alma sűrítményt, és fahéjat, ugandai, vagy valamilyen egzotikus fahéjat, hát ugye Szerbiában nem terem meg a fahéj, tehát mindenképpen valami egzotikus hely kell, figyelj, ez. Édes, savanyú, fahéjas, almás és sör jellegű, tényleg. Ah. És az, hogy csak 4-2 az alkohol, az azt jelenti, hogy valójában, ha ezt leerjesztik, ha ebben hagyták volna dolgozni az élesztőt, amíg le nem erjeszti az összes cukrot alkohollal, akkor szerintem ez ilyen 6-7% simán lenne. Így viszont a 4,2%-os alkohol tartalom mellett megmaradt egy vaskos test. Tényleg ez az alma. Brutális. És tényleg nagyon erős. Nagyon komoly almásétes jelleg van, és hát na, nagyon szép a sör. És semmilyen szintetikus mellékízet, szóval ha valaki tud pasztőrözni, igazából érdemes, a pasztőrözés nem feltétlen öli meg az ízt, hiszen hát az almás rétes is bekerül a sütőbe, és ha jól van megcsinálva, ugyanez a édes, savanyú, fahéjas. Essünk túl ezen, a nehéz bombázón, én most már úgy tolom a söröket, hogy nem hagyom a végére a nehezeket, ugye a Hoptop Ceylon Badia egy klasszikus, bár most csináltak neki nagyon szép új címkét, szerintem ez idei, ott ez a gülüszemű elefánt. A lényeg, hogy ez egy dupla IPA, amit Earl Grey teával, hát nem hiszem, hogy higítanak, inkább dúsítanak, hát egyik legnagyobb kedvencem. Az benne a vicc, hogy a színe is olyan szép teaszerű szín. Dupla IPA, azt hiszem 9,1 vagy valami ilyesmi az alkohol. Van benne komló is rendesen. Egy szép sör, és jó, nem sajnálják belőle az anyagot. Keserű. Keserű, és a keserűséget egyensúlyozza ki az édesség. Nem a strandra való, ez olyan esti, mólon szürcsörös. Igen, a Ceylon Body
régi kedvence, nem is tudom hány éve gyártják, nem gyorsan telnek múlnak az évek. Újabb klasszikus a fehér nyúl rafája, megelőzte a korát, nem is tudom, lehet, hogy a világon ez volt az első savanyú ipa. Ugye azért hívják rafának, mert volt valami kalandja a fehér nyulasoknak, egy Raffaello nevű olasz idegenvezetővel. Csináltak azóta belőle duplát is, de szerintem ez a szimpla az igazi. A limoncello ugye a népszerű, hát délután iszogatják azt hiszem az olaszok, olasz citromlikőr, ebben nincs limoncello, csak hasonló az ízélmény, tehát citrom van benne a sör alkotó részeken kívül, laktóz, hogy ugye a tejcukrot nem tudja leerjeszteni a sörélesztő, tehát az adja az édességet, hogy a savanyúságot kiegyensúlyozza egy kis édesség, plusz ugye az ipának a keserűsége és citromhéj. Fölösleges kibontani, mert ez mindig csodálatos, hát egy Szent Andrási ipás pohárban. Szerintem jó helyen lesz. Ez tényleg, hogy egyszerre illatos, édes, keserű és savanyú. Azt gondolnád, hogy ez hülyén hangzik, nem lesz jó, de jó lesz. Az ilyen savanyú. Ez már nem is volt meg. Savanyú, mint a... Nem, a Szent András ennyire nem volt. Kicsit szellőzött. Még jobb az almás rétesesség, hát ez pedig figyelj, gyönyörű. Ahhoz képest ebben nem érzed a laktózt, tehát ez valójában mégiscsak egy ipa, de egy tökéletes nyári, tényleg ez a citromos utóíz. Ez pedig a Mad Scientist klasszikusa, a Tokyo Lemon, mindig elfelejtem, hogy ez mi, mindig azt hiszem, hogy valami session ipa, vagy ilyesmi, mindig csak a yuzu-ra emlékszem, ugye a yuzu egy citrusféle, egy olyan nagyon rücskös, nagyobbacska citrom, és tényleg van egy kis speciális íze, de hogy ez nem ipa, hanem witbier, tehát búzasör, belga stílusú búzasör, mint például a Hoegaarden, azt hiszem az a legismertebb, tehát ez a modern búzasör, de belga búzasör, tehát witbier. Nem szabad azt a világot várni tőle, mint egy Erdingertől, vagy egy Paulánertől, hiszen a belga witbiernél teljesen legális az ízesítés. Ugye a curaçao narancshéj és a koriander az alap, és ehhez rakták a Mad Scientistnél a yuzut. Rendesen megtöltötték a dobozt. Kis élesztő szokott maradni azért a witbierekben is. Na, ebben nem. Kicsit citrom vagyis a hab. Hát ugye 4-2, ez is azt kell, hogy mondjam, a tökéletes nyári sör. Hát sajnálom, hogy nem a vidéki nyaraláson jött be ez az akció, mert azt hiszem, hogy ebből egy jelentősebb tételt én magam is magamhoz vettem volna. Hát gyönyörű a sör. És érdekes, hogy érzed alatta ezt a Hoegaardenes klasszikus belga vitet, és hát nagyon illik hozzá ez a plusz citrusos déli gyümölcs íz. Hát még egy klasszikus ez szerintem, ezt már a kezdő craft sör fogyasztók is ismerik, a Horizont Hazy Queen-je, ami egy New England IPA, szinte egyáltalán nem keserű, 45-re írják az IBU-t, az International Bitterness Unit-ot, de ezt ugye számítógép számolja a sör paraméterei és a belerakott komló alfasav tartalmával szerintem. Emlékeim szerint ez nem egy különösebben keserű sör, nem is szabad, hogy az legyen, hanem ugye a New England IPA az a nagyon illatos, nem nagyon keserű és ködös sör, ilyen, mint a Hazy Queen, hát hézi. És azért is jó az ilyet akcióba rakni, mert akkor mindig a nagyon friss pörök ki. Ugye a komlónak az a legfontosabb, hogy dobozolás után minél frissebben megígye az ember. És 6%. Csináltak Double Hazy Queen-t is,
egyébként finom is, de szerintem ez a 6%-os is tökéletes. Ez se egy strandsör, mert azért szerintem 2-3-nak melegebb időben, tűzőnapon csúnya vége tud lenni, de azért egyet kulturáltan el lehet fogyasztani a strandon és a hűtőtáskából. Valójában ez mind nagyon jó. Egy bajom van, ezzel a szettel mondom, hogy nem 2 héttel korábban jött ki, de aki most megy nyaralni, az valószínű áldani fogja az időzítést.